Sziasztok, Sászki, és üdvözlök mindenkit, én Áron vagyok, bocsánat a napjaimban, mindegy, akkor inkább így videózok. Ebben a mai videóban én elhoztam nektek azt, hogy az egyik nap, amúgy ezt csak a videóban láttam, hogy a Taste World Hungary kirakott egy olyan videót, hogy, hogy az S12-es személyen járt, nem tudom, de ez mondjuk május 2-án történt, és azért meglepődtem azért, hogy azért ez olyan, mint egy külön vonat volt, vagy csak így, nem tudom. És minden esetre, hogyha szeretnétek vele utazni, én azt láttam a Transport Hungary-ről, hogy 14 óra 50-es volt, ami kimegy a déliből. Na, én most ezt is nem tudom pontosan, de nézzétek meg mindenképpen a Transport Hungary-nek a videóját, és akkor talán meglátjátok. És iratkozzatok fel rá, mert nagyon jó videókat tud csinálni. És azért ez nem egy mindennapi azért egy dolog. Ne, bocsánat, csak itt tartom, meg így is jobb. Úgyhogy ezt akartam nektek beszámolni, és nektek még beszámolok egy-két dologról, hogy mondjuk a talent, azt nem értem, hogy mióta kerül egy S12-es személyre, ami igazából 54 megállója van. Tehát nem értem. Nem baj most. De amúgy jó volt, mert hogy mintha olyan gyorsított személyvonat lett volna. Igen. Amúgy igen, vettem egy új napszemüveget. Vettünk. De messzesen anyukámmal. És azt találtam ki, és leérünk az 5-ös busz megállójához, és mi lenne, ha azt megcsinálnánk, hogy megmutattam nektek a volt felsőgallai vonalat. Viszont megmutatom majd nektek, de viszont sajnos már nincs meg mondjad már. Sem is tudom mondani. A vágányok. Mert viszont már felütötték, és már ilyen autós forgalom van. Jó, megértem, hogy most már 1990 óta nincsen rajta vasúti üzemelés. Ugye én nem értem, hogy most van, mert ők még ott vannak még hátul. És minden esetre várjatok. És minden esetre tudjátok meg azt, hogy én nem azért csinálom ezeket a videókat, hogy csak is szórakozásban, nem. Én csak nem copyrightozni akarok, mielőtt félrejöttek, hanem egy normális csatornát szeretnék én megindítani, mint mondjuk Guhar Bence, akinek lassan már 40 ezer feliratkozója lesz. És szeretnénk, figyeljétek srácok, hogyha még nem vagytok feliratkozva erre a csatornára, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Ha meg lesz 20 lájk, akkor bemutatom nektek valamit, nem tudom mit. Viszont az május utolsó szombatján, meg vasárnapján lesz majd egy-egy Mert utolsó szombatján lesz egy nagyon jó meglepetés. És ha nem akarsz lemaradni róla, akkor iratkozz fel. És viszont én most megyek, és akkor bemutatom nektek. Még várunk. Még azért ide is azért, figyeljetek srácok, ez ami itt láthattok, ezt az aszfaltot, ez
gyíves, sorry. És azért majd, egyszer majd mutatom majd nektek. De jó, hogy fasz is kártyák, hallod, hogy szép tipp. Megmutatom nektek, hogy hol van már olyan nagyon kikopva, hogy nagyon rossz. Pedig egy normális, jó lehetett volna. Most nem hozták volna be ezt a köves. Ez köves, jó, izé, fújt. Bocsánat, visszarakom az ummot. Igen. Azért mégis kell egy normális. Amikor itt bucka lehetne, ez a, tudjátok, ez a... Az utakon van mindig. Ez, na. Itt meg ez a köves rész, ez egy járda lenne. Csak nem értem mostanság az embereket, meg ezeket a felújtós üzéket, hogy miért nem csinálják meg olyanra. Csánat, megérzem mindig a videót, hát persze. És viszont összes képemet is leszoroltam. Ugye. Azt tudom, hogy elhagytam, mert az iskolatáskában, amúgy igazából soliba megyek, az iskolatáskában van ilyen, és mindig azt nézem, hogy olyan, mintha elhagytam volna, de amúgy olyan, mintha nem hagytam volna el. Jönnek, csak nem tudom, mindig nagyon néznek. Nem baj, leírunk a buszmegállóhoz is, hogy már fizettem a videót. Úgy itt az érdekessége az, itt amerre most majd megyünk, hogy ezen a részen, ahol mennek az autók, itt volt valahol ez a egyik vasúti átjáró. Nak a képítés az. Vágányokhoz. Igen. Majd mindjárt jelentkezem. Na srácok, itt vagyunk, ahol megmutattam nektek a éppen a vasút ízét. Amúgy ott található, bocsánat a fény miatt, ott itt egy pózna. Ez nem tudom pontosan mi lehet, ez szerintem itt volt valahol, ott ment a vágány, szerintem. De amúgy lemegyek nektek. Még jobban. Amúgy ott található a... Mi? Sehova. Ott található a... Szerintem a vasúti épület.